Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most jön egy nagy kirakás, mégpedig július 4-éig. Az első kártyáknak ott felül bal oldalon mindig van egy nagyobb jelentősége. A kígyónál vannak megújulások, változások, és ez utal a házra, tehát a te otthonodra, a családra, vagy a szomszédoknál lesznek változások. Ez neked szerencsét hoz, hiszen a kígyó mellett ott van ez a 4 levelű lóhere is. És a gyűrű utal ezekre a kapcsolatokra. A gyűrű alatt ez a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy ajándékot, vagy egy meghívást. Ez a kígyó utal gyógyító erőre is, és ha ez a hivatásod, akkor most szerencséd lesz, mert akkor éled a hivatásodat. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy hölgyet, de jól közeledik hozzád, tehát itt lesz egy jó kapcsolat, egy kellemes meglepetés. Ez lehet egy szomszédnő, egy barátnő vagy kolléganő, aki most segít neked. De ha megnézzük ezt a férfit, és ez a férfi ott található a 4. sorban középen, akkor nála mások a gondolatok, mint nálad. Akkor ő rá másképp hat ez a nő. Persze, ebben az esetben egy másik nőről van szó. Mert megtekinthetjük az ő gondolatait. A feje fölött ott van ez a felhő, és nála minden olyan átláthatatlan. És ez a nagy medve utalna az erejére, de a medve fölött az egerek elveszik az erejét, tehát ő most kimerült és fáradt. De visszatérve a felhőre, tehát nála sok minden átláthatatlan, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. A felhő felett ott van ugyan ez a kasza, ami elvágja, tehát ez elmúlik a napokban, de ott látható a ravasz róka is. És ez a ravasz róka, aki hazudik, vagy becsapja őt, összefüggésben áll ezzel a kígyóval, mert egy vonalban vannak. Tehát az ő környezetében van, vagy volt egy hamis nő, és ezt ő szeretné lezárni, mert a kasza megjelenik az ő gondolatában. Ami téged illet, feléd tekint. Itt lesznek újdonságok, hiszen erre utal ez a kislány. Azon kívül ott van közöttetek a csillagkép, ami szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy mindez meg van írva a csillagképekben, tehát ez a kapcsolat lehet egy ilyen kármikus kapcsolat is. Ő ennek tudatában van, hiszen ebbe az irányba tekint. Mögötte ott van a fa. Ennek a fának több jelentése van. Utal gyógyító hatásra. Lehet, hogy ez a férfi orvos, vagy ezen a területen dolgozik. De ami a párkapcsolatot illeti, ő szeretne rendezni valamit. Azon kívül a fa jelenti azt a helyet, ahol mindketten úgy érzitek, igen, itt most le tudok gyökerezni, és ő ezt keresi a párkapcsolatban. Te elfogadod ezt, mert lesz egy kellemes meglepetés, erre utal a virágcsokor, erre utal a szív, de a hold is, mert mutatja azt, hogy te ezt megkapod. Viszont ha megtekintjük a kártyákat, a hold jelenti az anyai érzelmeket, és megjelenik a közelben ez a kisbaba, ez utalhat néhányoknál terhességre is. És ez a kisbaba már útban van, hiszen megjelennek az utak is.
Az alsó kép ott lent bal oldalon a halak. Jelentik az anyagi dolgokat. Mivel a halak fölött ott van ez a virágcsokor, ez lehet egy nyereség. És a hold jelenti azt is, te megkapod ezt a pénzt. A halaknak van más jelentése is, utal a belső értékekre. Mivel ez a férfi ebbe az irányba tekint, és ott van a szív, ami jelképezi a szerelmet, a kisbaba egy új kezdetet, vagy az újdonságokat, a virágcsokor a te szépségedre, nőiességedre, akkor így hatnak a halak, hiszen ez azt jelenti, te értékes vagy számára. Ami összeköt benneteket, ez a csillagkép, és ez kihat a sorsra, hiszen így van megírva a csillagképekben. Nem csak a csillagok jelzik ezt, hanem az út és a kereszt. Mert mindkét kártya azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött. Azon kívül azt is, hogy elérkeztetek most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és itt lesz egy új irány. Amit még ez a kereszt jelent, a hit. Ő hisz abban, hogy itt kialakul egy párkapcsolat. Te is erősítheted a hitedet, nem csak ami őt illeti, vagy ezt a szerelmet illeti, hanem itt a hitről is szó van. Hinni magadban, vagy benne, ebben a szerelemben, és hinni a jó Istenben, hiszen ő segít. És most megtekintjük a kártya kombinációt ott fent, jobb oldalon. Itt látható az utazás. Ez utal külföldi kapcsolatokra vagy nyaralásra. Mivel ott van a levél, az lehet egy hír külföldről. Ez a hajó jelenti a reményeket is. Reménykedhetsz abban, hogy minden jóra fordul, és ott van a horgony. Te le tudsz horgonyozni. Az utal a biztonság érzetére. A horgony jelenti a munkát is, vagy a hivatást, és akkor a levél az lehet egy szerződés. Mivel itt a hajó megjelenik, az lehet külföldi munka, vagy nálad, vagy nála. És ezek a változások lesznek, mert a gólyák utalnak változásokra, gyakran költözködésre. A nap jelenti a nyári időszakot, vagy a sikereket. Azon kívül ott van a park, és az utal a nyilvánosságra. Mivel a park és a nap gyakran az internetet jelenti, az lehet munka, az interneten keresztül, és itt kell nyelvtudás, vagy lehetnek külföldi kapcsolatok. Viszont ez a hajó gyakran utal egy belső útra, ez lehet egy spirituális terület. És én a levelet mindig összehasonlítom a kártyavetéssel a formája miatt, lehet, hogy ez érdekel most téged, és ez lesz a hivatásod. Ha most megtekintjük a kártya kombinációt lent, ott jobb oldalon, akkor látható ez a lovas férfi. Ez a lovas férfi lehet egy barát, hiszen ott van a kutya, ami utal a barátságra, vagy barátilag közeledik hozzád, de vannak titkai, hiszen ott van fölötte a könyv, az be van csukva, tehát nem láthatjuk azt, hogy mi áll benne, ezért jelenti a titkokat. Valamit eltitkol előled. A lovas férfi fölött ott van ez a torony. Az jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, de azt is, hogy ez a férfi még fogva érzi magát, ő keresi a kapcsolatot veled, de nem beszél a félelmeiről, nem beszél a gondokról. De látható itt a képen, hogy ez a torony fogva tartja őt, olyan, mint egy labirintus, és ez a férfi keres egy kiutat.
de nem beszél nyíltan erről. Amit még a könyv és ez a torony jelenthet, ez egy továbbképzés, itt lesz egy szerződés, jelenti ez a levél, vagy beszélgetések, amire a madarak is utalnak, és akkor itt tudásról van szó. Amit ez a lovas férfi még jelképezhet ezen a kártyán, hogy itt mozgásról van szó. Tehát akkor nem egy bizonyos személyről, hanem arról, hogy végre előre mennek az események. Azon kívül jelenthet sportot vagy autót is. Ha én most megtekintem ezt a nagy kirakást, akkor mit tudnék közölni? Itt lesznek változások az otthonodat, illetően a környezetedben. Azon kívül várható az, hogy egy hölgy keresi veled a kapcsolatot. Ez szerencsét hoz neked, mert ez a nő segít. Ez lehet egy jó barátnő, vagy valaki a családból. A nehézségek, a problémák véget érnek, mert a koporsó eltávolítja a hegyet, a koporsó eltávolítja a ravasz rókát is. Ezek a hazugságok, vagy ez a hamisság nem téged illet, hanem ezt a férfit illeti, és ezen ő töpreng. Elveszíti az erejét, minden olyan bizonytalan nála, de feléd tekint, és ez szerencsét hoz. A szerelmi élet területén, de az anyagiakat illetően is. Most megvan a lehetőség arra, hogy valamit tanulj a spirituális területen, vagy dolgozz külföldön, interneten keresztül, és itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ami még várható, hogy egy férfi barátilag közeledik hozzád, de nem beszél nyíltan a terveiről, vagy a problémáiról. És így tudtam elmondani, hogy mi várható július 4-éig. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!